Sziasztok, könyvmolyok! Ez itt a Borító Alatt csatorna, ismét egy újabb könyvvel jelentkezem. Most Agatha Christie 10 kicsi néger című regényét hoztam el nektek. Egy kicsit beszéljünk Agatha Christie-ről is, bár bízom benne, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnia az írónőt. Ő a krimi koronázatlan királynője a 20. században alkotott főként. 1976-ban halt meg, tehát a nagyját a 20. század elejének végig alkotta és írta. A Guinness rekordok könyve szerint a Biblia és Shakespeare után az ő könyveit adták ki a legnagyobb példányszámban a világon. Szóval azért tud valamit a nő. Nagyon kemény. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ha más nem, legalább a név mond valamit. Ő teremtette meg Poirot karakterét és Miss Marple-t is. A Poirot regényeket filmsorozat is követte. Poirot David Suchet játsza. Ő is iszonyat nagyot alakít a történetekben, és olyan szinten, hogy neki is megjelent egy könyve, amiben erről beszél, hogy milyen volt Poirot alakítani. Ők teljesen egybefortak, ez a két karakter. Illetve az írónő regényei rengeteg adaptációt is megértek már. Mostanában is kezdik újra felfedezni ezt a világot. 2017-ben jelent meg a Gyilkosság az Orient Expressen, és idén érkezik a Halál a Níluson. Mind a kettő egyébként Poirot főszereplésével készül, és Kenneth Branagh lesz a rendező és a főszereplő is egyben. Az írónő életműve egyébként 66 regényt és 15 novellás kötetet, valamint két önéletrajzi művet foglal magában, illetve rengeteg színdarabot is írt. 10 kicsi néger című regényét, amiről most szó lesz, először magyarul a Láthatatlan hóhér címen jelentették meg, 2020-ban pedig a Helikon kiadó gondozásában, Mert többen nincsenek címmel adták ki újra a politikai korrektség jegyében. Amerikában már régóta ezen a címen ismerik egyébként ezt a könyvet. Én még az Európa kiadós 10 kicsi néger című változatot olvastam, gondolom, hogy van némi különbség a beltartalomban, ugye a néger szó miatt, hiszen elég sokszor emlegeti az írónő ezt a szót, mivel maga a helyszín a néger szigetnek nevezett kis sziget Angliában, szóval nem tudom, hogy ezen mennyit változtattak, csak hogy polkorrektek legyünk, nem feltétlenül baj ez, csak hát ez meg az írói szabadságától való megfosztás, nem? Hogy átírjuk a szavakat, csak mert már nem hangzik korrektnek, nem tudom, nekem ez furcsa, de mindegy, biztosan így is jó, meg ez is biztosan rendben van, tehát nincs ezzel semmi baj. Ez az egyik legnépszerűbb Agatha Christie regény, annak ellenére, hogy egyik híres nyomozója sem bukkan fel benne. Az okait igazából csak találgatni lehet. Alapvetően az írónő stílusa is annyira magával ragadó, hogy ez már kapásból elvisz bárkit. Könnyen érthetően fogalmaz, nem bonyolítja túl a gondolatokat, ezzel együtt tökéletes egész minden története. Van eleje, van közepe, van vége, teljesen jól vannak fölépítve a történetei. Hát a csavarokról meg ne is beszéljünk, tehát elképesztő, miket tud és mennyire váratlanul ér minden egyes könyv vég. Én ezt a könyvet már olvastam egyszer, ennek ellenére újra akkora katarzis ért, hogy Jézusom, hogy ez volt benne, hogy alig emlékeztem rá. Persze, nagyon rég olvastam, de mégis nagyon furcsa volt így újra olvasni, hogy elméletileg tudnom kéne, hogy mi történik, meg nem lenne szabad, hogy ennyire meglepjen, és mégis. Tehát hihetetlen, hogy mennyire meglepően tud történeteket kitalálni. És nagyon-nagyon olvastatta magát. Én ezt a 230 oldalt, ezt két nap alatt olvastam el, úgyhogy mellette csináltam minden más, tehát amúgy ezt simán le tudsz ülni, és egy ültő helyedben kb. Kiolvasod. Nyilván lelki erő függvénye, mert hát mégiscsak gyilkosságról van szó, de amúgy ez egy nagyon könnyen olvasható, meg egyébként általában is ezt el lehet mondani Agatha Christie-ről, hogy nagyon könnyen olvasható műveket ír. A sztori nagyon-nagyon érdekes. A bevezetéstől tudjuk már, vagy sejtjük, hogy lesz valami titokzatos szál minden mögött, és igazából nem is kell sokat várni, hogy ez kiderüljön, miért vannak itt a szigeten.
ez a másik ok talán, amiért ennyire szerethető Agatha Christie, legalábbis én ezért szeretem nagyon, mert nem húzza jobban az idegeket a kelleténél. Nem várunk a gyilkosságokra több száz oldalt, vagy arra, hogy jelen esetben például kiderüljön, hogy miért van itt ez a 10 ember, akiknek semmi közük egymáshoz. Már a harmadik fejezetben választ kapunk erre, onnantól pedig szépen fejti ki a történetet fokozatosan. Van majd 200 oldala igazából arra, hogy ezt mind elmondja nekünk, és érthetően levezesse, hogy mi miért van. És szerintem ettől ennyire különleges és zseniális. Ami számomra szokatlan, vagy csak lehet, hogy régen olvasta meg Agatha Christie-t, de nem emlékszem rá, hogy ennyire sokszor láttunk volna bele a szereplők gondolataiba. Tény, főként Poirot-s regényeit olvastam, meg azok a nagy kedvenceim, és ott persze Poirot-nak a gondolatait látjuk, halljuk nagyjából, de ugye még ő is nagyon sokat titkolózik, meg hát Hastings leírásából tudunk nagyon sok mindent a nyomozásokból. Szóval nekem furcsa volt ez, hogy ennyiszer belementünk ebbe, hogy ki mit gondol. Iszonyat jó, nagyon érdekes, én nagyon ajánlom, tényleg nagyon gyorsan lehet vele haladni, emellett nagyon szépen is fogalmaz, helyesírási hibái tök minimálisak, én nagyon-nagyon bírtam, nagyon-nagyon szeretem Agatha Christie-t, csak ajánlani tudom ezeket a regényeket, ezt az írónőt, szerintem fantasztikus, és az életművet elolvasni káprázatos. Nekem volt egy idő, amikor teljesen bele voltam szerelmesedve ezekbe a krimikbe, és csak faltam, aztán arra jöttem rá, hogy alig emlékszem valamire belőlük, úgyhogy most próbálom egy kicsit újra teremteni magamban ezt a világot, illetve próbálom úgy olvasni, hogy lassabban, megfontoltabban, persze ettől még ugyanúgy a 200 oldalt nem fogok egy héten keresztül olvasni, hogyha megtehetem, hogy nem olvasom egy hétig, hanem hamarabb túl vagyok rajta, úgymond. Persze nyilván ez nem egy túl vagyok rajta érzés, mert iszonyat jó, tehát hogy azért van ez az érzés talán, hogy úristen, mi történik, és végül ki a gyilkos, és hogyan csinálta, és miért csinálta, inkább ez a része az, ami a túl vagyok, mert hogy nagyon kíváncsi az ember, annyira jól ír ez a nő, hogy valami elképesztő. Rowling kapcsán szoktam ezt a szuperlatívuszt használni, na hát Agatha Christie detto ugyanez. Elképesztő, hogy milyen szinten le tudja kötni az embert, vagy legalábbis engem maximálisan. Tehát én nem szeretem annyira ezeket a nagyon részletesen leírt haláli jeleneteket, vagy gyilkossági jeleneteket. Nekem ez már nem. Christie viszont annyira szépen írja le még ezeket is, hogy teljesen élvezhető. Én talán ezért szeretem nagyon őt. Mert nekem még ez az a stílus, ami belefér az én kis lelkembe. Vannak lelki gondjaim ezekkel, tehát én nem viselem jól, ha az embereket fájdalom éri, vagy bántalmazzák. Tehát én ezeket nem tudom több száz oldalon keresztül olvasgatni. Pont ezért jó Agatha Christie, mert érdekel a krimi, tök jó a nyomozás, és itt ugye pont ez a lényeg, hogy a nyomozásra viszi a hangsúlyt. És ettől jó, és ettől ennyire jó, hogy nem a gyilkolászás része az, ami a sok száz oldalon van, hanem pont a nyomozás. Az, hogy feladja neked is a leckét, és megadja a lehetőségét, hogy átgondol te is, hogy mi lehet az, ami a motiváció, hol van az a pont, ahol oda kellett volna figyelni, hogy Bakker pedig leírta a könyvben. Eszméletlen érdekes, amúgy soha nem jöttem még rá, hogy ki a gyilkos. Minimális sejtések talán, de az, hogy én ezt pontosan tudjam, hogy persze én ezt tudtam, tehát nálam ez soha nem működött. Nem tudom, lehet, hogy én nem figyelek eléggé, de nekem még sosem sikerült erre rájönnöm, mindig egy olyan csavart kaptam, hogy engem teljesen meg tudott lepni, és a mai napig teljesen meg tud lepni az írónő minden egyes regényével. Úgyhogy én őt csak ajánlani tudom mindenkinek. Viszont innentől kezdődik a spoiler, úgyhogy aki nem olvasta még, az csak elővigyázatosan én szóltam, innentől csak az figyeljen, aki végigolvasta, vagy látta, vagy bármilyen formában is felkészült erre, hogy akkor a történetbe belemegyünk egy kicsit részletesebben. Kezdjük talán a szereplőkkel. Nem igazán volt szerethető karakter ebben a regényben. Kifejezetten antipatikusnak találtam az összeset. Mindenkiben van valami hiba igazából.
És nem tudom, hogy ez most azért volt, hogy könnyebben engedjük el, hogy akkor ők most itt meg fognak halni, mivel mindegyikőjükről kiderül, hogy, illetve hát úgy kezdődik ugye az egész, hogy van egy vád mindegyikőjük ellen. És akkor ez után jön az, hogy kiderül szépen lassan, hogy ez a vád igaz-e. Természetesen az. Tehát nyilván nem véletlenül van ez így. Persze akár benne lehetett volna az is, hogy valakit ártatlanul küld a halálba ez a valaki. De már ez is egyébként tök érdekes, ahogy játszott a szavakkal, meg a betűkkel, meg tök jó a magyar fordítás is, hogy ezt így tök jól átvitték, ez nekem nagyon szimpi volt. Ez nagyon tetszett, ez a megoldás. Szóval mindenkiről kiderül, hogy vaj van a füle mögött, így vagy úgy, tehát akarva vagy akaratlanul, de ott van. És nagyon érdekes, hogy akik a legkevésbé mutatkoznak empatikusnak a vádak után, azok is mennyire magukénak érezték a bűnüket. Tehát, hogy a végén azért például Miss Brand, azért ott az nagyon kemény, hogy konkrétan látja maga előtt a csajt, aki vízbe fulladt. Tehát hihetetlen, hogy azért csak ott van, és csak ott motoszkál, és azért egyfajta feloldozást úgymond kapnak ezek a bűnös lelkek, hogy azért mégiscsak volt egy kis minimális megbánás bennük, vagy bűntudat, hogy azért mégiscsak volt közük ezeknek az embereknek a halálához. Mondjuk Mr. Marston kevésbé volt megértő ebben a témában, bár ő rögtön föl is vállalta például ezt az egészet, hogy autóbalesete volt, elütött két gyereket, de hogy igazából ő nem tehet erről. Valószínűleg a megengedett sebességet meghaladta, de emellett a gyerekek meg kirohantak az útra, tehát nem az volt, hogy szánt szándékkal a zebrán, a nem tudom mi, hanem nem neki azért volt egyfajta enyhítő körülménye, és lássuk be, nem tudom hányan vannak sofőrök, akik hallgatják most ezt az adást, de azért lássuk be, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amit tényleg éppen, hogy egy hajszálon múlik, hogy nem lesz belőle baleset, és teljesen mindegy, hogy mi mit csinálunk, vannak olyan körülmények, amikor már nem elég a mi lélek jelenlétünk, vagy nem elég az, hogy mi óvatosak vagyunk, és odafigyelünk. És nem akarom mentegetni ezt az embert, nyilvánvalóan megérdemelte volna a méltó büntetést, nem feltétlenül halált, de mindenképp börtönt, hiszen ha nem is szándékosan, de akkor is életeket oltott ki. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyire felelős, akkor is megtörtént, és az ő keze által, vagy az ő autója által történt mindez, tehát köze van hozzá. Mindegy, szerintem sem jogos, hogy megúszta büntetlenül. Most azt, hogy bevonták a jogosítványát, na, hadd ne sajnáljak már egy ilyen embert. És egyébként az látszott, hogy még csak meg se hatotta ez a történet. Szóval emiatt mindenképpen azt mondom, hogy persze érdemelt volna egy kicsit nagyobb büntetést annál, mint amit kapott, viszont nem feltétlenül érdemli meg ezt. Mert ezt azért autósként nem azt mondom, hogy ez egy bocsánatos bűn, abszolút nem. Csak azt mondom, hogy nagyon nehéz bizonyos szituációkat elkerülni, szinte lehetetlen. És emellett azt is mondom, hogy közben meg, de azért nagyon sok mindent el lehet kerülni. Tehát nem tudok annyira autópilótán menni, hogy ne vegyek észre olyan dolgokat, hogy csak egy kicsit is, hogy lejjebb kell lassítanom, hogy nagyot kell fékeznem, hogy el kell rántani a kormányt, hogy mennyire kell elrántani azt a kormányt. Tehát nagyon sok minden van, amit egész egyszerűen csak annyira szól, hogy odafigyelünk az úton. Szóval nagyon vegyesek vele kapcsolatban az érzelmeim. Mert egyszerre próbálom megérteni, hiszen nap mint nap autózom, és nagyon sok olyan dolgot látok, hogy Jézus Mária, de emellett pont azért, mert nagyon sokat autózom, pontosan tudom, hogy a legtöbb dolog, legalábbis amiben én eddig keveredtem, elkerülhető. Ha nem, az pedig simán tud lenni az én hibám. És én ezt bevállalom, hogy adott esetben én hibázok, mert figyelmetlen vagyok. Nagyon nehéz, és pont ettől ennyire érdekes ez az egész könyv, meg ez az egész vádaskodás, és utána a kifejtegetés, hogy nagyon nehéz az összes ügy, amiről szó van. Hiszen például Miss Brandnél
egyáltalán nincs meg ez, hogy ő hibás lenne. Tehát még csak bíróság elé sem került, hiszen a lány öngyilkos lett. Konkrétan semmi köze senkinek ahhoz a döntéshez, amit a lány meghozott. Mégis az van, hogy igenis egyfajta erkölcsi felelősséget tulajdonítunk ennek a nőnek, mert ő volt a munkáltatója, ő volt az, aki felelősséggel tartozott egy bizonyos szintig ezért a lányért. Mivel rossz életű volt ez a csaj, ezért elküldte a házától, tehát nem dolgozhatott nála. Viszont hazamenni sem tudott, kilátástalan lett a helyzete, és emiatt lett öngyilkos. Tehát ez az okozat, ez nagyon érdekes, hogy kiben hogy fogalmazódik meg. Mert ugye Emily Brandt azt mondta, hogy ha nem lett volna ilyen kacér, és nem lépett volna a rossz útra, akkor nem dobja ki. Ha nem dobja ki, akkor nem lett volna öngyilkos. Viszont azért dobta ki, mert. Szóval ő abszolút meg tudta magyarázni magának ezt az egészet, ő teljes mértékig higgadt tudott maradni, és elhittük végig. Én végig elhittem, hogy egy csepp bűntudata nincsen, ő semmilyen rossz érzést nem táplál ez irányban, szerinte ő helyesen cselekedett. Az, hogy egyébként ez mennyire fér bele a keresztényi világába, az egy másik kérdés, de erről ne is beszéljünk, ez nálam érzékeny téma, ez a keresztényi hozzáállás. Mindegy, itt én úgy gondolom, hogy a nő abszolút felelős, és megérdemel egyfajta büntetést. Továbbra sem gondolom, hogy ez a megoldás, hogy akkor halomra öljük itt az embereket, csak mert a bíróságon nem lehetett őket elítélni. Tehát számomra ez egyébként, ez az önbíráskodás, ez nem jön be. Én ezt nem szeretem, amikor valaki önbíráskodik, és én hiszek abban, hogy a karma visszaüt. Persze lehet, hogy itt most az a bizonyos valaki volt a karma, és lehet ezt így is felfogni. Nekem ez nem fér bele. Én úgy gondolom, hogy minden embert utolér a saját végzete. Ha nem vagy jó ember, akkor annak is van egy következménye, de nem kell, hogy én legyek az, aki megmondja, hogy mi a következménye. Nem kell, hogy én döntsek bárki sorsa fölött. Nem vagyok semmivel sem jobb, különb, több, mint bárki más, és ugyanúgy itt ez a bizonyos valaki sem jobb, több, mint bármelyikőjük. Onnantól meg aztán végképp, hogy végigcsinálja ezt az egészet, és konkrétan kinyír 9 embert. Tehát innentől semmivel sem több, és semmivel sem erkölcsösebb náluk, és akkor a végére még azért betol egy öngyilkosságot is, hogy aztán még büntethető se legyen ennél jobban. Mint hogyha nem lenne következménye ennek az egésznek. Úgy csinálta végig ezt a színjátékot, hogy pontosan tudta persze, hogy mi lesz a legvége, és egyébként nagyon zseniális. Tehát nem mondom, hogy nem zseniális a történetvezetés, csak mindemellett emberileg, meg lelkileg, meg erkölcsileg, hát ez iszonyatosan megkérdőjelezhető ez a történet. Tehát nekem ez nem fér bele. Én nem tudom, soha nem éreztem azt a nagy bosszú vágyat, vagy azt a fajta nagy igazságérzetet, hogy nekem már pedig most azonnal cselekednem kell, és igazságot kell szolgáltatnom. Én nem gondolom, hogy ez a mi dolgunk lenne, bármilyen módon is, hiszen ezért van a törvény. Ami meg a törvény szerint nem az, az pedig majd szépen kiforja magát, de nem kell, hogy bármilyen ember legyen a törvény utáni kéz. Igazából az egyetlen szereplő, akivel egy picit is tudtam azonosulni, az Vera volt. Ő a szerelmes nő, és nagyjából ennyi az, ami elmondható róla, őt semmi más nem oldozza föl, mint hogy jót akart a szerelmének. Csak jót próbál tenni, az, hogy ez egyébként megint csak egy gyerek életébe került, az már azért nagyon durva. De számomra ez megint csak a nem fér bele kategória, és én értem, hogy nem volt semmilyen bizonyíték rá, hiszen ez abszolút csak a csajszi fejében játszódott le, és mi is csak azokat az emlékeit kapjuk meg, ami ezzel kapcsolatban megvolt, és tök zseniális megint csak az írónő és a fordító is persze ezáltal. Én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen hátsó kisagyban megtörtént dolog volt, hogy ja, milyen jó lenne, hogyha megkapná az örökségét a szerelme, és akkor neki mennyivel jobb lenne. És ehhez az kell, hogy a kisgyerek ne létezzen. De hogy az, hogy konkrétan azt mondta, hogy persze menjél, ússz el,
úgyis belefulladsz, már ez már nyilván az ő gondolata volt, de hogy ez volt a lényeg, és hogy utána hagyta megfulladni, jaj, na, szóval megint ez egy ilyen túl brutális, túlságosan ez az Isten szagú, hogy majd mi döntünk mások sorsa felől. Én ezt nagyon nem szeretem, és abszolút megérdemelte Vera, és úgy látszik, ugye a végén az van, azt mondja a gyilkosunk, hogy az szerint döntött a halálozás sorrendjéről, hogy mennyire tartotta kegyetlennek és erkölcstelennek azt a tettet, amit ők elkövettek, ők ott kilencen. És mivel Verát hagyta a legvégére, gondolom, hogy szerinte is ez volt a legdurvább. És tök érdekes, hogy Vera volt számomra a szimpatikus karakter. Hogy ő volt az, aki próbálta a többieket megérteni, akiben láttam magamat, hogy így viselkednék egy ilyen helyzetben, hogy úristen, most akkor mi lesz? Akkor jó, de kaját kell csinálni, jó, de akkor maradjunk együtt. Én valószínűleg így viselkedtem volna, ha belecsöppenek egy ilyen helyzetbe. Nyilván ezért volt ő az, akit én úgy, ahogy, de szimpatikusnak tartottam. Nyilván a bűne súlya alól ez nem menti föl, és soha nem tudnék elkövetni egy ilyen bűnt. Eszembe nem jutna pont azért, amit az előbb elmondtam, mert én nem érzem azt, hogy bármiféle jogom van bárkinek az életébe beleszólni. Tehát én maximum tanácsolni tudok és merek embereknek, de ennél többet én nem vagyok hajlandó megtenni, mert nem az én dolgom. És ez nem a semlegesség, ez nem a leszaromság, hanem az, hogy nem gondolom, hogy nekem ehhez jogom van. Én amiért felelősséget vállalok, az én magam vagyok, a páromnak sem szólok bele az életébe, a felelősséget vállalom, hogyha bármi van vele kapcsolatban, de azon kívül, hogy támogatom és javasolok, semmilyen szinten nem szólok bele az életébe. Szerintem ennél többet nem kell és nem muszáj elvárnunk senkitől. Én vagyok felelős a saját életemért, ahogy minden ember felelős a saját életéért, senki máséért, a sajátjáért. Na, ez egy másik téma, meg egy másik irány, csak itt ugye pont erről van szó. A felelősségről, a döntésről, a belekényszerített helyzetekről. Ez pont az a téma, igen, amiről azért tudok bőven beszélni. Minden esetre a lényeg az, hogy Vera még úgy, ahogy számomra szimpi lett volna. Ahogy így szépen lassan kiderült, hogy neki ténylegesen köze van, és nem csak annyi, hogy engedte úszni, hiszen úgyis túléli, aztán végül nem jött be, hanem ténylegesen benne van a keze abban, hogy ez a kisgyerek meghalt, onnantól én engem elvesztett. És én is elvesztettem őt. És nem, onnantól vége volt annak, hogy bárkit is tudjak sajnálni. Mert nagyképűek, mert hát semmi sem történt, hát az életfenntartó ösztönök, meg ilyenek voltak ebben. Nem tudtam ezekkel azonosulni, az az igazság, hogy én nem mondom, hogy én egy szent vagyok, de nekem ezek nagyon durvák voltak. Mondjuk tök érdekes, hogy az, hogy egész egyszerűen, hogy hamisan tanúskodott egy rendőr, az utolsó három halálba tartozott. Mert aki a végén ott maradt, az ugye Vera volt, ő volt a legeslegvége. Ugye ott volt a Blor, a rendőr, aki hamis tanúzás miatt lett elítélve, illetve ott volt Philip Lombard, aki meg egy csomó embert küldött a halálba, illetve hát áldozott föl tulajdonképpen saját maga miatt, azért, hogy megmentse a saját életét. Tehát egész egyszerűen elmenekült, ott hagyta a 21 embert, és egyébként azzal a címszóval, ami a legesleges legfelháborítóbb számomra, még csak nem is a szám, hanem az, hogy de hát csak négerek voltak. És így, úristen! Szóval nagyon durva, hogy már abban az időben is, illetve abban az időben még inkább megvolt ez, és abban az időben is felháborodást keltett, hiszen ő is az utolsó előtti, aki meghal, de hogy ez most mennyire hangsúlyos, és tényleg itt van, hogy átfordítják a regényt, mert ezek brutál durva dolgok. És tényleg ez a következő ilyen nagy-nagy témám, hogy mi az, hogy te felsőbbrendűnek gondolod magad másnál. Tehát mondom, még csak nem is az
az a legfelháborítóbb, hogy 21 emberről beszélünk, hanem az, hogy milyen alapon döntött úgy, hogy akkor jót hagyja őket, és felőle aztán meg is halhatnak. Nagyon kemény. Nagyon kemény, és annyira embertelen, hogy egyébként ezt is teljesen megértem, hogy a végére hagyta. Blort kevésbé. Gondolom azért hagyta őt a végére, mert ő pedig rendőrként hazudott, és teljes mértékig meghazudtolta a rendőri tisztségét, és emiatt alásta a tiszteletet. Nagyon-nagyon gáz ez nyilván, amikor egy köztiszteletben álló emberről kiderül, hogy hazudik, hogy nem mond pontosan igazat, vagy ferdít valaminek az érdekében. Teljesen mindegy, hogy hívjuk ezt. Tehát onnantól, hogy ő megkérdőjelezhető az igaz volta, onnantól ez az egész rendőrséget írja le igazából. És valószínűleg ez volt az ok, hogy ő benne maradt az utolsó háromban. De ő lett a háromból a harmadik, szóval a háromból még mindig az ő bűne a legkisebb. És egyébként én ezzel egyetértek maximálisan. Nincs az az indok, ami megmagyaráz egy gyilkosságot. Akár közvetve, akár közvetlenül. Szerintem nincs az az indok, ami elég nyomós arra, hogy azt mondd, hogy igenis megérdemelte. Persze lehet, hogy dühünkben azt mondjuk nagyon sok meg, hogy megérdemelte, vagy megérdemelte volna, vagy bármi ilyesmi, de ez maximum a düh erejéig tud ott maradni, nem maradhat tovább. Tehát az, hogy rosszat kívánunk egymásnak, az nem opció. Aki nem tud szeretni, annak nincsen nagyobb büntetés ennél. Lehet, hogy ő nem tudja és nem látja, de talán pont ez is a büntetés része, hogy mennyire fogalma nincs róla, hogy milyen rossz neki. Szerintem ennél nagyobb büntetésre nincs senkinek szüksége, és talán pont ezért van még nagyobb szükségük az ilyen embereknek szeretetre és megértésre. Hogy ne jussunk el idáig. Na de mindegy, ez megint egy másik történet. Egyébként nekem volt egy kis fűrészbeütésem. Nyilván ez a könyv előbb készült, mint maga a fűrészfilm vagy a fűrészfilmek. Viszont valahogy ezt éreztem, hogy egyfajta ilyen igazságot próbál szolgáltatni a fűrész is. Lehet, hogy innen jött az ötlet. Nyilván nem beszéltem a fűrész készítőivel, de valahogy így ez jutott eszembe, hogy összezárja az embereket, és akkor így szépen lassan kinyíródnak. Tök érdekes amúgy ebbe belegondolni, hogy Krisztinek milyen hatása tud lenni bármire tulajdonképpen. Simán lehet, hogy egy ilyen fűrész film is például ennek a hatására készült, mert valamikor olvasták ezt a regényt, és benne volt, hogy tényleg, sokkal modernebbül, sokkal másabb módon, meg más bűnökkel, meg tényleg másféle verzióban lett ez előadva nekünk a filmekben, de valahol van egy kis összecsengés szerintem. És nyilván nem a Tíz kicsi néger hasonlít a fűrészre, hanem fordítva. Mégis van egy ilyen kis hátsó gondolatom, hogy van egymáshoz közük. Ami nagyon durva, hogy a végén tényleg az van, hogy mindenki bűnös. Hogy nincs olyan, hogy nem. És számomra ez a teljes döbbenet, hogy végül is megérdemelték a sorsukat, mégsem éreztem azt a fajta örömöt, ha lehet ilyet mondani, vagy elégedettséget, hogy jó van, a bűnösök csak megkapták a magukét. Nem tudom, érdekes lenne mondjuk ezt megbeszélni egy olyan emberrel, aki viszont érzi azt, hogy na végre megkapták a büntetésüket. Mert én abszolút ugye nem vagyok ilyen beállítottságú ember. Nekem ez nem okozott ekkora örömet a végére. Az speciál nagyon nagy örömet okozott a végére, hogy megértettem, hogy mi történt és ki csinálta. Tehát a maga a feloldozása ennek az egész titokzatosságnak az viszont zseniális volt. De minden esetre tök jó lenne ezt megbeszélni egy olyan emberrel, akinek más a nézőpontja erről az egészről. Úgyhogy majd egyszer, hogyha eljutunk odáig, és a csatorna eljut odáig, akkor majd lesz ilyen rendes könyvklub jellegű kibeszélünk is. Főleg annak örülnék, hogyha tudnánk vitatkozni erről, akinek tényleg más a véleménye. Mert az, hogy egyforma a véleményünk, az is érdekes lehet, hogy egyforma, de mégis tud más szempontok szerint is megtörténni egy ilyen beszélgetés, de akivel meg más a véleményünk, azt imádnám. Nagyon szeretném. Minden esetre a levezetés az nagyon jó volt. Tehát az epilógus az csodálatos volt. Anyám, hogy végig a bíró állt minden mögött, Úrami Isten, és hogy megcsinálta, hogy mennyire zseniális volt, hogy úgy csinált, minthogyha meghalt volna,
hogy megvárta, amíg fölvigyék, hogy ide rejtőzött, oda rejtőzött. Amúgy ezt a, átkutattuk a szigetet részt, ezt én esküszöm nem is értettem. Hát basszus, hát mindenki egyszerre mozgott, senki nem maradt a házban, illetve ha maradt is volna, hát kiben bíztak volna, meg senkiben. Tehát mivel mindig együtt mozogtak, meg együtt kutatták át a szigetet, a házat, bármit, hát könyörgöm, amíg az egyik szobában voltak, a másikból simán kisúrralhatott bárki. Amíg előről mentek, hátulról simán ki lehetett menni. Pont ahogy leírta a bíró a végén, hogy bement az ablakon. Hát könyörgöm. Ez nagyon vicces volt, hogy számukra ez logikus, hogyha ők egyszerre mozognak a szigeten, akkor a másik is arra mozog. Szóval nem tudom, nekem ez teljesen döbbenet volt, hogy ez a logika ez így átfutott, és ez mindenki számára elfogadott volt, hogy nem lehetnek mondjuk a háznak a két oldalán egyszerre. Kiben bíznak meg annyira, hogy akkor az ott marad a házban, és nézi, hogy van-e mozgás, és majd elhiszik neki? Vadidegen emberekről van szó. Itt olyan fokú bizalmat kellett volna kialakítaniuk viszonylag rövid idő alatt, ami szerintem elképzelhetetlen, főleg úgy, hogy már az első pillanatban megkapták azokat a vádakat, hogy mindegyik gyilkos. Tehát innentől végképp nehezedre esik bízni a másikban. És ez teljesen természetes, én úgy gondolom. De tök érdekes, hogy mennyire tipikus emberi tulajdonság az, hogy bizalmi kapcsolatot akarsz kialakítani, mert megvoltak a klikkek, megvolt az, hogy próbálkoztak ilyen bizalmi kapcsolatokat létrehozni. Nagyon érdekes volt ez is. Ilyen szociológiai tanulmánynak is tökre beillett volna ez az egész. Nagyon érdekes volt a szimbolikája is az egész regénynek, ezekkel a kis figurákkal, meg a versikével. Zseniális ez is. Tehát tényleg nem tudok mást mondani, azon kívül, hogy brutális, és egyáltalán nem megérthető, és nem ad feloldozást az, hogy zseniális. Ettől függetlenül zseniális maga a megoldás. Meg az, hogy próbáltad a vers szerint végigvinni a gyilkosságokat. Elképesztő. Muszáj felolvasnom a verset, mert ez valami hihetetlen jó. 10 kicsi néger éhes lett egyszer, s vacsorázni ment, egyik rosszul nyelt, megfulladt, s megmaradt 9. 9 kicsi néger későn feküdt le, s rosszat álmodott, egy el is aludt másnap, és nem maradt csak 8. 8 kicsi néger sétára ment egy szép kis szigeten, egy ott is maradt örökre, s így lettek 7. 7 kicsi néger tűzifát aprít, gyújtóst hasogat, egyik magát vágta ketté, s már csak 6 maradt. 6 kicsi néger játszadozik a kaptárok között, egyet megcsíp egy kis méh, és nem marad, csak 5. 5 kicsi néger tanulgatja a törvény betűjét, egyik bíró lesz a végén, s nem marad, csak 4. 4 kicsi néger tengerre száll, és egy piros lazac egyet lépre csal, bekapja, s csak 3 marad. 3 kicsi néger állatkertben jár, egy nagy medvejű egyet keblére ölel, és így marad 2. 2 kicsi néger kiül a napra, s sütkérezni kezd, egyik pecsenyévé sül, és nem marad csak 1. 1 kicsi néger magára hagyva árván ténfereg, felköti magát, és vége is, mert többen nincsenek. Szóval amúgy az új fordításnak a címe is tök jó, mert ugye itt van, hogy mert többen nincsenek. Tehát abszolút megvan az áthallás, teljesen rendben van szerintem ez a fordítás is, hiszen benne van végig, erről szól az egész könyv. De az írónő zsenialitása ez főként, ugye, hogy van egy ilyen versike, és végig ez szerint mennek a gyilkosságok, hogy ez határoz meg mindent, átvitt vagy nem átvitt értelemben, de végig ott van, és mindenkivel ténylegesen az végez, ami a versben benne van. Nekem nagyon tetszik, hogy így oldották meg, nagyon különleges az az igazság. Nem egy szokványos történet, nem egy egyszerű gyilkosság, azért ez egy 9-szeres gyilkosság. És tök szépen végig tudta tolni, számomra ez is teljes döbbenet, hogy végig tudta tolni, hogy nem jutottak el odáig, hogy akkor ténylegesen együtt maradnak, tehát 0-24-ben együtt mozognak mindenhova. Nekem ez nagyon furcsa, hogy nem jött át, hogy ennek semmi más titka nincs, mint hogy muszájak megbízni egymásban. De hát persze nyilván ilyen az ember, nem bízik a másikban, főleg, hogyha volt idegen, főleg, hogyha gyilkossági vád van ellenük, tehát persze érthető, csak mindegy, szerintem ez mind elkerülhető lett volna nagyon sok szempontból. Minden esetre pont ettől is nagyon zseniális ez a könyv. Rövid, tömör, gyönyör igazából.
nem mondom, hogy jól szórakoztam, de minden esetre érdekes volt, és azért csak felvetődött egy csomó kérdés közben. Az erkölcsi rész, a játszhatunk-e Istent, és meddig játszhatunk Istent. Hát ez mind-mind nagyon érdekes kérdés szerintem. Úgyhogy biztos, hogy fogok még Agatha Christie-t olvasni. A Halál a Níluson film előtt mindenképpen szeretném elolvasni a könyvet. Az Orient Express-szel is így voltam, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sikerülni is fog. Nyilván csak rajtam múlik, hogy hogy osztom be az időmet, de nagyon igyekszem. Úgyhogy Agatha Christie rajongó figyelem, hajrá, hajrá, olvassunk Agatha Christie-t. Bárkinek bármi gondolata támad ezzel kapcsolatban, vagy javaslat, hogy mit olvassak Agatha Christie-től, hát hogyha még kimaradt, akkor azt várom sok szeretettel kommentben. És ezzel zárom is soraimat, addig is legyetek jók, olvassatok sokat, legközelebb találkozunk, sziasztok!